Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjenek a Riven modok. Mikor jó egy Riven mod? Kaptam most üzenetet arról, hogy van-e már Riven modokról videóm, hogy azok mikor jók, hogy működnek, és a többi. Sokszor látom nálunk is a klámba kirakva, hogy kirakják az emberek, hogy jó ez a Riven mod, mennyiért lehet eladni. Szóval sokszor látjuk ilyen kommenteket is a videók alatt. Nos, beszélgessünk akkor egy kicsit a Riven modokról. Többnyire az, hogy mikor jó, mikor álljunk le a forgatással, mi számít egy jó adatnak, és hogyan mérjük hozzá az, az adott fegyverhez. És hála Istennek tudok mutatni a révemogyáim között olyan példát, ami mind a kettőt megmutatja, és ezáltal fogunk egy kicsit beszélni a fegyverekről is, és hogy melyik fegyverném milyen. Szempontot érdemes figyelembe venni. Hozzáteszem, hogy megint csak azt mondom, hogy ez egy személyes dolog lesz, többnyire azért lesz egy ilyen általános szabály, ami a fegyvereket illeti, de egy személyes dolog lesz, ez kinek mi, hogy tetszik, ki mit akar csinálni a fegyveréből. A Riven viszonylag egy tág lehetőséget ad erre, viszonylag, megint csak azt mondom, de, de tényleg egy kicsit még úgy személyesíti a fegyver. Modellás. Ezért is én specifikusan nem foglalkoztam rivenekkel és modolással, mert én még fegyveremben már riven is van, és az úgy um, nem a túl jó indikációt arra, hogy az ember hogy modolja a fegyvert. Um, nos, warframe esetében ez valamilyen szinten azért egyszerűbb. Akkor kezdjük is rá, ránézzünk, hogy nekem milyen rivenjeim vannak. Őszintén bevallom, nem vagyok nagy gyűjtő és nem mindegyik fegyverembe erőltetem azt, hogy Riven legyen, csak egy-kettőbe, amit mondjuk úgy szeretek. Nos, öm, hölgyeim és uraim, akkor beszélgetett ezek a Riveneknek ugye többnyire többfajta adatuk van, némelyik adatuk mínuszba is eshet, de a legnagyobb problémánk ugye az, hogy öm, mikor van az a, az a pont, hogy meg kell állni a a forgatással, szóval el kell valahogy döntenünk, hogy annak az adott fegyvernek jó-e már az a Riven mód és nem kell valami extrát csinálni vele. Tegyük fel például, itt van nekem Szoma. Szomában van egy Rivenem, igen, tudom. Szomában van egy Rivenem, tehát nagyon örülök neki, hogy egy kurva jó fegyver, és csak jobb lett. Szóval Toxi lexikron, uh, semmi punch through, uh, 30 plusz, 30 százalékos Toxic, és 53 százalékos Critical Chance. Nos, ez úgy néz ki, lehet, hogy sokan azt mondjátok, Á, ez a mod, ez annyira nem az igazi, uh, van, aki elforgatná, van, aki nem forgatná el. Na most, amit én figyelembe vettem on, abban az esetben, hogy miért álltam le itt a forgatással, és nem mentem tovább, mert hogy? Uh, volt benne egy toxikus és egy kritikus esély, gyakorlatilag a punch through is nagyon-nagyon számít, félreértés ne essék, és mindjárt rátérek arra is, de a, uh, a toxic és a kritikus esély nagyon sokat számított. Miért? Mert hogy eleve a szomámba volt egy point strike és egy argon ami eleve ugye plusz gusztustalanra emelte a szintet, uh, a kettő együtt Továbbá, még erre rájön 53%-os kritikus esély, tök fölösleges, tökre fölösleges, azt mondom, de ezáltal az argonszkó például adott helyzetekben uh, helyettesíthető, de így ezzel 100%-osan mindig piros kritet adok, amint headshotot adok, mindig folyamatában piros kritjeim vannak a um, szomával. A másik dolog, hogy a toxik, megvolt, és a toxik, illetve az áramak uh, együttvéve helyből létrehozhattam egy korrózív damage tehát nem is um, kellett, tehát gyakorlatilag a, amiatt a toxik felszabadított egy mod um, helyet gyakorlatilag, ezáltal is erősebbé téve um, a szomát, továbbá a páncró pedig, hát ugye átüt az ellenfelekkel magyarul még erősebb, én több ellenfelet tudok sebezni egyszerre, ezt így lehetne leírni a páncró, tehát emiatt álltam én le a szománál. Na most, hogy értékben a Riven modok, tehát hogyha el akarnád őket adni például a Riven modokat, akkor ez értékben nagyon változik. Főleg nagyon változik, hogy kinek milyen kedvenc fegyvere van, ki mennyit hajlandó fizetni azért a kedvenc fegyverért, ezért van az a tendencia, hogy a Riven módok inkább lefelé mennek, mert a játékosoknak ez egy személyes döntés. Van, a, ú, van ez a, például a, a útja, kaptam szortin, és de ha meg kellett volna venni, valószínűleg hajlandó lettem volna több pénzt kifizetni, érte, de hál' Istennek kikaptam. Tehát több pénzt úgy értem, hogy jó, azért megvan az a határ, tehát a 200 50 platná és el adok ki többet. Na most új Riveneket szerezni, arról is akkor beszéljünk egy pillanatot, akinek új lesz a Riven. Sortin lehet, ö, Riven modot kaptok, hogyha végigcsináljátok a sortit. Persze random esélye, de az egyik leggyakoribb esély, hogy kiessen ö, a Riven mod. Riven ra kuvát farmolni, akkor ezen is essünk túl, annak, akinek ez teljesen új lenne, mindegyik bolygón lehet. A dolog lényege az, hogy meg kell keresni azokon az adott bolygókon, hogy hol van éppen kuva farmra lehetőség. De most jelen pillanatban semmi sehol sem látok, hogy hol lehetne kuvát farmolni. De mindegyik bolygón eh, szinte mindig itt van tessék. Most jelenleg a Tetiszem lehet kuvát farmolni. Tehát bármilyen bolygón körbe kell nézni a bolygókon, és akkor megtaláljátok, hogy hol lehet kuvát farmolni. Minél többet farmoltok, annál jobb, mivel hogy. A Rivenek forgatása, és forgatás alatt azt értem, hogy. Őt még nem forgattam át. Cycle Rivel for Mod, ez 900-ba kerül. Ha átforgatunk egyet, ez elveszi a kuvát és maximálisan 3000, valamennyibe kerül egy kuva átfor, átforgatása, ha még mindig nem vagy vele elégedett. Nos, ami egy Riven mod értékéhez még. Ez nem rossz. Ezt megtartjuk. Ami a Rivenmod értékén még emel, az az, hogyha minél kevesebbet van forgatva, tehát elsőre az egyik legjobbat um, forgatott ki belőle, gyakorlatilag. Uh, tehát vagy elsőre forgatod, vagy eleve úgy kapod, az emel az értékén. Azért, mert az, ha az adott játékos, aki megveszi, uh, ha esetleg neki ez nem tetszik, akkor olcsón tud érte forgatni, emiatt egy kicsit emelhetsz az árán annak a bizonyos Rivennek, de uh, alapvetően úgy gondolom, hogy a Rivenek be fognak állni egy stabil árba, leszámítva azt az egy néhány igen kivételes fegyvert. Mut mutatni szeretnék nektek uh, egy kicsit, igen, beszéljünk a fegyverekről még, hogy mi lehet a jó vagy a rossz um, Riven forgatás. Uh, a napokban kaptam egyik lántogunktól, személy szerint Kidótól, Rivent a Sinnoh Simulorra, és a Simui színorú ugye egy hatalmas nörföt kapott, az az igazság, és most, hogy kihozzuk belőle a piros kriteket, kell mondjuk már egy macska is mellé, és tegyük fel, hogyha utólag kaptam meg tőle ezt a rivent, de manapság való, megesett, hogy már nem így forgatnám ki ezt a rivent, hogy 40%-os Critical Damage, ami amúgy nem rossz, 50, 52% Critical Chance, mert ha még nézitek, még Point Strike-kal és a Rivennel együtt is csak 15%-os a kritikus esélye a, ennek a fegyvernek, de úgy döntöttem, hogy ha már megvan ez a Riven, akkor kihozom maximum bele annyit, és még orgonszkóp is. Tehát megpróbáltam mindenképp azt, hogy minél gyakrabban kriteljen de az összeállítás nem jó. Tehát már a, szomál, a, a, a színői cimulornak nem jó, hogy a, krit, hogy a kritje van, hanem inkább státuszra kell vele koncentrálni. És most akkor erről is szeretnék beszélni nektek egy kicsit. Honnan tudjuk ugye, hogy egy Riven jól van már és, és nem kell tovább ráforgatni? megnézzük a fegyvernek alapvetően az alap adatait, és ha látjuk, hogy a kritikus, tehát meg kell nézni, mire van szükséged, hogyha a kritikus esély magas, akkor több valószínű, hogy, hogy, hogy jó, jön, hogyha még több kritet tudsz adni neki, ugyanez igaz a státuszra, és mit jelent a magas kritikus esély? Én azt mondom, hogy 20% fölött kezdődik egy magas kritikus esély, tehát nálam, a critical multiplier az 2 nál kezdődik, tehát akkor már Critical Damage-et is forgathatsz arra a bizonyos um, uh, Riven modra. A státusz szintén 20-25%-nál kezdődik a magas státusz. Abban az esetben ezeket az adott Riveneket érdemes ezekre koncentráltatni, hogyha szeretnéd továbbá, hogyha mondjuk egyik adata se túl erős, mint ahogy a, a, a Supra Vandálnak van itt, akkor érdemes ránézni a sebzéseire, az Impact Slash puncture és megnézni, hogy ott esetleg mit szeretnénk erősíteni továbbá. Tudjuk, hogy a Supra, mivel nem annyira erős fegyver, viszont Uh, egy viszonylag gyorsan lövő fegyver, uh, figyelembe kell venni azt is, hogyha lövési sebességet adunk neki, ezzel a kis damage rövid idő alatt nagy damage tud adni, szóval esetleg a riveneddel koncentrálhatsz arra is, hogy adnak az adott fegyvernek tűzgyorsaságot adj, uh, illetve mondjuk egy további elementás sebzést hoz ki belőle, és kiegészítsd esetleg a fegyvert azon a pontjain, ahol gyenge lehet, vagy éppen erős is még azon a pontjain, ahol erős. Tehát még egyszer mondom nálam, a critical chance 20% körül kezdődik a multiplier 2, kétszeresnél kezdődik a Critical Multiplier a státusz 20-nál, hogyha ezek nincsenek meg, akkor megnézem, hogy a tűzgyorsaságra esetleg ráadhatok-e, ha szüksége van annak a fegyvernek, ha alapvetően már eleve gyorsan tüzel az a fegyver, még rágyorsítani arra a tüzelésre, vagy hogyha nem, Impact Puncher Slash-re rákoncentrálni, hogyha szüksége van ennek a bizonyos fegyvernek. Nos, srácok, azt hiszem, hogy nagyjából Sikerült leírni, ja Még annyit szeretnék elmondani, hogy íjak öm, esetében, öm, hogyha kifogtok olyan riven modot, csak nem tudom, hogy a ö, íjak esetében, ha kifogtok olyan riven modot, ami ja, várjátok, helyből tudok is nektek mutatni egy riven modot, de lehet, hogy. Uh, hol van egy kis páriszom? Már elveszek a fegyverekbe, komolyan mondom. Úgy, Nos, ilyenek um, esetében azt tudnotok kell, hogy. Jó, ebben nincs benne. Ilyak uh, esetében tudnotok kell, hogy egy fontos dolog van, uh, hogyha kifogtok olyan river modot, ami újratöltésre. Um, ad okot, tehát azt mondja, hogy újratöltés plusz újratöltés, az mind nagyon szép és jó, de az újratöltés az i-aknál konkrétan az animáció, hogy kiveszi a hátáról, és berakja az íba. Tehát azt meggyorsítja, viszont ami az íjaknál nektek igazából szükségetek van, az a tűzgyorsaság. Szóval, hogyha az i-aknál kifogtok egy olyat, hogy tűzgyorsaság, az nem jön rosszul. Eh, annak az adott ínek, amit látjátok a Párizsban, nekem a Vilex Acceleration van, sokszor kérdezhetitek, hogy miért nem a eh, melyiket rakom, Speed Trigger, tehát azért, mert az csak 60% ez, meg 90% -ez, és nem sajnálok egy kis damage beáldozni ezért, eh, hogy őszinte legyek, és azt mondom, tehát az íjaknál koncentráltok inkább a tűz gyorsaságra, mindenképp már felszorítotok egy modot, mint a Vile Acceleration például, vagy a Speed Trigger, hogyha netán kifogtok egy ilyet, mert azzal jobban jártok gyakorlatilag. És például a Páriz esetében, amint láthatjátok, 199%-os chance alapból point strike kal és ezzel a, ezzel a Raven moddal, amit még rám egy négyszeres um, szorzó, mert uh, Vital Sense és um, multisot is, nem, bocsánat, hülyeség, a Vital Sense miatt rám egy négyszeres szorzó, emiatt, hogy benne van egy 103%-os multisot, kihagyhattam a split chamber-t gyakorlatilag, ha beraknám, akkor bele se fér, még le kéne, hogy formázzam, de mondjuk ennek a helyére valószínűleg, ha úgy cserélem ki, akkor bele tudom rakni. Nem, még így se, mindegy. Um, a lényeg az, hogy a multisotot emiatt kihagyhattam belőle, hogyha még leformáznám, cserélgethetném, de 103%-os multisot elég, 200%-os kritikai chance-el gusztustalannál válik, és még hogy fokozzam a critical multiplier-t, ami eleve magas, tehát ez azért felelős, hogy felszorozza azt az értéket, amit alapból sebe, ez a fegyvered, tehát a critical multiplier felszorozza ezt az értéket, Hozzáadtam a Bladed Roundsot, hogy erre még rájön -e még egy 120%-os crit damage, vagyis konkrétan 8, majdnem 9%-os, vagyis 9-szeres lesz a multiplier, amint megölök egy enemit. Amint megölök egy enemit, és zoomolni kezdek, lövöm a következőt, akkor a következő érték lövés 9-szeres erővel üt be. Nos, um, hogy így most már, hogy látjátok nagyjából a, az összképet, hogy ez hogyan is működik, remélem már ugye, kicsit tisztázódnak a rivenek így a fejekbe, és mint megint, megint mondtam, tehát nekem, nekem, amit látjátok, saját furcsaságaim vannak a fegyvermodolás, Tekintve, amit én úgy szeretek, hogy van, mint például a fölösleges 200%-os uh, critchance, mert igazából, ha piros kritet akarunk, akkor olyan 150-nél megállhatunk, akkor minden második lövésünk egy piros lesz, de így minden lövésem piros lesz, és egy ölés esetében egy kilencszeres szorzót körüli kapok, és egy hatalmas szám, piros szám összeget fogok írni, ami azt jelenti, hogy egyenesen életre szerzem azt a hatalmas összeget. Nos, ettől függetlenül különböző magas armorral rendelkező elemek igen ellenállóak tudnak lenni még ennek a sebzésnek is. Mindezt megspékeltem egy korrózívval, mert az az egyik legnépszerűbb elementális sebzés. Gyakorlatilag, és ja, kész is. Na most, hogy kicsit még megmutatom talán azt az új Gorgon Rivent, ami még én sem néztem meg nagyon, hogy mit akar. Azt mondja, hogy minusz 10 weapon recoil, ami nem egy rossz dolog, mert csökkenti a fegyvernek az ellenállását. Na most, aki lőtt már gorgonnal, és nekem van egy prizma gorgonom, amit nagyon szeretek, hogyha csodálkoztuk, hogy miért tartom meg a gorgon. a gorgonnal, aki lőtt már, azt tudja, hogy a fegyver rettentő mód fölfelé visz, tehát a mínusz 10 weapon recoil ebből a szempontból jó lesz. Critical damage, nagyon ritkán üt a vorgon, uh, Gorgon kritikus, de argonszkóppal sokszor. Tehát a, a Critical Damage-em uh, megint megugrik. Electricity, van egy, uh, már is van egy elemental Damage-em, a Gorgon sose fogom vinni infesztedre, szóval nem sajnálom. És ugye most egy kicsit rámegyünk arra, hogy modoljuk be azt a Gorgont, Prisma Gorgon Upgrade. <gül> <gül> Na most mondjuk lecseréljük a bladed rounds-ot, ha belefér, pont belefér, mondjuk lecseréljük a bladed rounds-ot, eleve a crit damage megnőtt, és ez még nagyobb lesz, amint ugye elkezdem kimaxolni, tehát megint le kell formázom a gorgont, elkezdem kimaxolni ezt a modot, plusz 10 electricity, tehát a korrozíven hihetetlenül erősítek még, kevesebb, kevésbé fog a fegyver rángatni, ami nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és gyakorlatilag a tűzgyorsaságot a speed triggerrel megoldottam, ez kivételesen egy olyan fegyver, ahol a damage nem szabad beáldozni a Vilex szerelésről, mert nem túl sok neki a damage -e. és nálam a Gorgona, tehát most egyelőre marad a Bladed Rounds, amíg ki nem maxolom és le nem formázom a gorgon, de hát ugye argonszkóppal, tehát 37%-os kritikust el tudtam érni a point strike-kal, argonszkóppal ez 70% körül van, ez azt jelenti, hogy headshot esetén minden lövésem, gyakorlatilag minden lövésem egy kritikus lövés lesz, amennyiben zoomolok, de gorgonnal mindig zoomolok, és ugye erre rájön a Bladed Rounds, ami felszorozza 4, 4 egész a Critical Multiplier-t, hogy még nagyobbat se sezem. tehát konkrétan most ebben az állapotában nekem a Prisma Gorgon golyónként 1000 és 1500 között sebez, aki összehasonlítani akarja, az az, amikor a szomát egy argoszkóp nélkül modolod be, simán elementáli damage-ekre, crit chance-re, minden. Tehát a szoma képes golyonként 1000-1500-at, nagyon magas crit esetén 4000-et sebezni, és ugyanezt sikerült kihozom a Prisma Gorgonnal ezzel az összeállítással, plusz még kurva gyorsan is lő. Na most ezt berakom valószínűleg a bladed rounds helyére, felszabadítva, és ezzel erősítek hogy a van és nem beszítek a critical multiplier-ről, de nyerem azt, hogy kevésbé fog rángatni ez az adott fegyver. Srácok, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, dobjatok egy lájkot igen iratkozzatok fel, sziasztok!